Az ember a tudományáért már gyerekkorától sokat futkos. Mikor az egyik gyermek azt mondta, édesanyám, én nem figyelmes voltam künn az udvaron, hát a kók is, a tyúkra tízszer a legkevesebbre a repült. Hanszó gyermek, tízszer. Tízszer, erig mondd meg apádnak. A fenét, anyádnak. Hát, nem, apádnak. Elmondja, édesapám, ha figyelmes voltam, mások helyett is ügyelek. A kók is a tyúkról 12-re repült, jöttem be kétszer. Igen, igen, ugyanarról, nem, örökké más, erig mond meg anyádnak. Örökké az ember a magasabb igazságokért egy helybe hiába ül. Én is, amit most elmondok, sok kilométert futkoráztam érte. Azt mondta az öreg, mikor látta az arc kifejezésemen a hiányt, és érezte, hogy más nem, hanem csak ő pótolhat fel. Azt mondta, na fiam, piros alma hult az én bal kezembe, három fele vágta. Egy legyen azzé, aki ezt a mesét elmeséli, egy azzé, aki elbeszéli, egy pedig legyen az enyém. Aranyalma is belé hullott az én jobb kezembe. Három fele kínoztam, nem az volt a könnyebb. Egy legyen azzé, aki ezt a mesét meghallgatja, egy azzé, aki meghallja, egy pedig legyen mind a hányunké. Az Úristen egyszer látta, hogy egy bodor fehér felhőn egy kicsit tempós angyal unatkozik. Kis angyalom, gyere csak! Jő! Látod-e azt a kíváncsi emberecskét oda le? Látom, ha nem ilyen nyomorú, a nem, a kíváncsi. Erics! Kap meg, vidd le a pokolba, hozd fel a mennybe. Ez érdekli őt. Ő legyen az egy, aki lássa meg nyilván, hogy milyen a pokós, milyen a mennyország. Nem, hogy festve van, s mit tudom én mi, hanem ugyanvalóst. Rizögteti a szárnyát az angyal, érzi, hogy a főt hújza. Neki ez egy érdekesség volt. Nekünk szárnyatlanoknak a repülés, szárnyasoknak a zuhanás érdekes. Tudod? Így vagyunk teremtve, angyalostul. Zuhan, érkezik. Kocogta. Nyitsa az ajtót a kicsi kíváncsi emberecske. Azt mondja az angyal közben, egy rizögteti a szárnyát, mert messziről jött. Te vagy az a kíváncsi? Én, én nem tudom, nem látszik-e rajta, de igen, csak ugye hát kérdezem. Na, akkor menjünk-e a pokolba? Széna-e vagy szalma? Jó, sarjú bizó, és annak is a lelke. Szóval ebből lehetett látni, hogy meg vannak egyezve, tudod? A kontraktus megvolt. Na, akkor fogd meg a bokámot! Hopp! Utoljára mutatom máma, pedig ebben van a katarzis, figyeljetek. Nem húzom az időt, de a lényeget azt alá kell húzzam. Hopp! Érted? A lényegen túl vagyunk. Megkapta az angyalnak a bokáját, az angyal felszállott, de csak torony magassába. Csak torony magassába. Mét? Azért, hogy zuhanjanak, s furódjanak belé a laza, barna erdei talajba. Együtt tekergették a nyakikot, né, az idén nem vetette. Hát milyen tavasz ez? Hó, tovább zuhantak a sárga földbe. Ott vannak az örökké szonnyasak. A tágtorkúak, akiknek a szemük fehérje ritkán fehér. Tudod? Nagy dolog odáig eljutni.
A ti je me napoletano, nie vjaraš, bono smo njak segin delo lasu. Tek nam beruk tom kumo, fol tul foliki. A ti je noki si kucako te pit moganok, ez a surčo. A mi ki let on si kucako. Tágos térség lakosai ugyanezt a sárga fődig akármikor megcsinálják. Csak essenek túl az órajavítón.